Felrakja a 70-es évek sláger együttesének lemezét a lejátszóra a régi idők szerint öltözött főorvos a szekszedi vérellátó szolgálatnál. A váróterem berendezése, a falra kirakott plakátok, az ajándékok, mint a sör és a virsli, mind a múltat idézték. Az általunk megkérdezett rendszeres véradóknak elnyerte a tetszését ez a retro hangulat, mert miként fogalmaztak, visszaidézte a régi idők véradását és a fiatalságukat, de nem csak ezért érezték fontosnak, hogy eljöjjenek. A nyári szabadságok ideje alatt volt egy országos felhívás is, hogy jelentősen lecsökkent a vérkészlet, és hát nyilván ez ennek a része, hogy pótolódjon. Úgy érzem, hogy az én saját egészségem szempontjából is jó ez, hogy egyrészt vannak azért olyan vizsgálatok, amikből egy pár olyan dolog ki tud derülni, amit itt a véradáson néznek. Jobban érzem magam a véradás után, egy picit nekem a hangulatom is jobb. Az egyik barátommal szoktunk eljönni ketten, úgyhogy így sokkal jobb a hangulat. Az ország 7 pontján szerveztek ilyen különleges véradást, aminek a célja az volt, hogy minél szélesebb körben felhívják a figyelmet a véradás fontosságára. Erre azért is szükség volt, mert a nyár végén a koronavírus járvány okozta helyzet, a nyári szabadságolások és a hosszú hétvége miatt olyannyira lecsökkent az országos vérkészlet, hogy az országos vérellátó szolgálat egy darabig kizárólag halaszhatatlan beavatkozásokhoz tudott csak vérkészítményeket biztosítani. Pászti Vera, a szekszedi vérellátó szolgálat főorvosa azt mondta, folytatják a véradók toborzását, mivel a vért mással nem lehet pótolni. Sok beteg számára az a túlélést, az életben maradást jelenti. A vérre szoruló betegek sehogy máshogy nem gyógyíthatók meg, csak az önkéntes véradók adományaként adott vérrel, és ezért minden eszközt megpróbálunk latba vetni, hogy tényleg megfelelő számú véradót tudjunk megnyerni a véradás ügyének, ezért próbáljuk ezeket a tematikus véradásokat, vagy ezeket az ilyen speciális véradásokat is meghirdetni. A szekszádi vérellátó retro véradásán 130 fő jelent meg, közülük 121-en adhattak vért, így a főorvos sikeresnek tartotta a véradást. Egy átlagos véradáson ugyanis 25-30 ember szokott megjelenni.